Az az igazság, hogy családomban volt olyan, aki műtétre kellett menni, de én amúgy is már 18 éves korom óta mindig adom. Szeretek jót tenni. Ez a borsodis munkatárs már több mint százszoros véradó. Természetesen a 7. borsodi műhelynél szervezett, kihelyezett véradáson is részt vett. A Győri Nemzetközi Ipari Parkban található cégnél fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért ebben a nehéz helyzetben is igyekeznek valami jót cselekedni. Mindig is kiemelten fontosnak tartottuk azt, hogy legalább ezzel az önzetlen segítséggel támogassuk embertársainkat, akiknek szüksége van a vérre. Én azt gondolom, hogy most ebben a koronavírusos helyzetben pedig még inkább fontosabb. Ugye nehéz helyzetben van az egészségügy, de azért ugye az elengedhetetlen vérre arra szükség van most is. Gondolkodtunk, hogy szervezzünk-e idén ilyen kihelyezett véradást, de a Vörös Keresztnél megnyugtattak bennünket, hogy a legszigorúbban betartanak minden előírást, úgyhogy természetesen meg tudjuk tartani a szokásos módon most így Mikulás alkalmával ezt a kihelyezett véradást. Néhány éve megszokott a dolog, hogy nem csak cégen belül, hanem az ipari park összes vállalat meghirdetik a jótékony alkalmat. Ahogy az ügyvezető fogalmazott, a borsodisok vannak többségben, de sokan az utcáról is bejönnek vért adni. Meghirdetjük ezt itt az ipari parkban, a központ segít nekünk, hogy az összes cégtől jönnek kollégák, jellemzően azért a saját kollégáink vannak többségében, de mindig vannak utcáról beérkező véradók is, aminek nagyon örülünk, őket is, mint a saját kollégáinkat is házi készítési süteménnyel várunk nagy szeretettel. Horvátné Borsodi Mónika híradónak azt is elmondta, egy-egy ilyen alkalommal több mint 50-en nyújtják kezüket a jó ügy érdekében. Az ügyvezetőt arról is kérdeztük, hogyan érinti a céget a koronavírus járvány. Érint minket is, szerencsére nem sok a betegünk, talán ez köszönhető a belső szabályoknak is, a higiéniás szabályoknak, meg az, hogy maszkban dolgozunk, maszkot hordunk, meg kell oldani, a termelés az nyilván nem állhat meg, fontos és gondot okoz nyilvánvalólag, hogyha egy kolléga kiesik, 10 napos karantén azért elég hosszú idő, de hát most ezzel kell együtt élnünk, hogy ehhez kell szervezni a munkát. Családias hangulat, szigorú protokoll, finom házi sütemények, 7. alkalommal is elérte célját a kihelyezett véradás, melyen remélhetőleg sikerült több életet is megmenteni.